Ez az első hazai kézműves sörfesztivál, alcímen futó kézműves sörfesztivál. A lényege, hogy valahogy a magyar kézműves sörfőzést a halottaiból feltámasztjuk. A világ valahogy arra felé mozdul, hogy mindenből sokkal inkább az igazi kell, a kézműves, az, amit lehet tudni, hogy ki csinált, aminek van autentikussága, identitása, és úgy éreztük, hogy egyáltalán nem tudunk rendes sört inni Budapesten. Tehát azt vettük észre, hogy sivatagban élünk, sörgasztronómiai sivatagban élünk, és elhatároztuk, hogy vizet fogasztunk a sziklából. Ennek láttunk neki tavaly májusban, mára ez egy elég rendesen csörgedező patak. Annyiban is különbözik ez a fesztivál a világ többi fesztiváljaitól, hogy itt a belváros egyik legszebb terén tartjuk, ami nem egy könnyebbség, mert itt nagyon sok szereplővel kell együttműködni, és amúgy meg van ebben egy ilyen kis anarchisztikus hangulat, hogy egy pár napra gyakorlatilag feje tetejére állítjuk ezt az amúgy végtelen polgári, kellemes, rendezett teret. Általában egy fesztiválon mondjuk olyan 20 sörfőzde jön ki, magyar sörfőzde, és körülbelül 70 féle sört lehet kóstolni, és bizony azt tapasztaltuk, hogy a magyar sörfőzésnek, meg úgy általában a jó sörnek van egy kicsiny, de igen elhivatott követőtábora, akik ide jönnek a nyitásra, és 3 nap alatt szisztematikusan végigkóstolják az összeset. Hosszútávú célunk az, hogy minden évben megmondjuk abban az évben, melyik volt a legjobb magyar kézműves sör, vagy más néven melyik az ország legjobb kézműves sörre.